csak a soha serdülünk. De remélem, messzire el fog hallatszani a hang. Egy 1848-as anekdóta szerint, amikor 5. Ferdinánd kikocsikázott a várból, és látta azt a sok gyülekező ember, megkérdezte a szár segélyét. Mit zajonganak azok az emberek ott az utcán? Forradalmat csinálna a fenség. Aha, köpenkedett 5. Ferdinánd. És az vajon szabad neki? Ugye mennyire ismerős ez a gőgös mentalitás, hatalmi politikai mentalitás ma 2016 Magyarországán? Ott van például a volt oktatási államtitkár Klinghammer, aki azt mondta, hogy úgy idegesi őket a kockás évesek. Pontosan úgy fogalmazott, olyan pipa vagyok, ha a borotválatlan, kócos, kockás éves tanári kar grasszál. De itt van, a jelenlegi oktatási államtitkár Palkovics úr, aki egyenesen ki akarja rúgni azt a pedagógust, aki megmert szólalni az ellen, az intézkedések ellen, ami ostobaság, sőt sokszor megalkotatlan. Pipa államtitkár úr, hát szeretném nekik jelezni, hogy ebben az országban elég sokan pipák, csak éppen rájuk, és van is miért, hogy pipák legyenek. Elegük van az embereknek, elegük van az önző, öntelt politikájukból. Elegük van az embereknek abból, és nagyon pipák azért, hogy konkrétan gyenge elméjűnek, mondhatnám, debilnek néznek bennünket. Ma Orbán annak a Putyinnak lesi minden kívánságát és hajmókol előtte, akiről tudjuk, hogy minden nap Európa gyengítését küzdködik. Orbán és Putyin együtt mindannyiunk közös állát akarja szépen. Állandóan azt hallatjuk Orbántól és kormányától, hogy megvédjük az országunk függetlenségét, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását. De milyen függetlenség az, amely a nemzetek szövetségére épülő szabad Európa helyett újra a Szovjetuniót választja? Orbán nem más, mint Putyin előre volt trollja, akitől meg kell védeni Magyarországot, és meg kell védeni Európát. Orbán oroszul lehetett játszik emberek a magyarokat, és ezt mi nem hagyhatjuk, nem is fogjuk hagyni.